Azt a dokumentumot írta alá Orbán Viktor miniszterelnök és Szalai Ferenc polgármester, mely többek között azt is tartalmazza, hogy legkésőbb 2019-ben már 4-sávos autóúton lehet közlekedni Szolnok és Budapest között. Elhangzott, hogy a 4-es számú főutat szélesítik, a munkálatok pedig jövőre kezdődnek. Döntés született arról is, hogy megépítik a Szolnokot északi irányból elkerülő útszakaszt. Erre Európai Uniós forrás nincs, ezt magyar költségvetési forrásból kell megvalósítani, az előzőt le kell zárni, el kell számolni, és egy új magyar költségvetési forrásokra támaszkodó programot kell megindítani, de ma az a döntés született, hogy ezt az északi elkerülőt mindenképpen meg fogjuk építeni. Ugyanazon a nyomvonalon, de kedvezőbb anyagi feltételek mellett, fűzte hozzá a miniszterelnök, majd elmondta, hosszú távú tervek is vannak. Ezután következik a harmadik kérdés, hogyha ezt a szakaszt megépítettük az északit, akkor az hogyan folytatódik majd egy 4-sávos autóút formájában, de már Szolnok után? Ezekre a kérdésekre pedig egy közös munkabizottságot állítottunk föl, és meg fogjuk építeni egyébként Szolnoktól keletre folytatódó M4-es 4-sávos autóutat is. A szolnoki ipari park megtelt, ezért megkapja a korábban ígért 300 hektáros területet, mondta Orbán Viktor. Az ipari park Tószeg felé bővül. A gazdaság fejlesztéshez szükséges ipari területek elfogytak, és mindenki bővíteni szeretne. Mi pedig nem szeretnénk, hogyha ez átláthatatlanul történne, ezért most valószínűleg azt a megoldást választjuk, a kormány ma délután talán már tárgyal is erről, hogy miután több városnak is több száz hektáros területi igényei lettek, hogy létre fogunk hozni egy állami egységet, amely állami pénzből megvásároljuk ezeket a területeket, az állam fogja őket tulajdonolni, majd utána 50-90-100, ezt majd meglátjuk, hány évre szóló használatba ingyenesen oda fogja adni azoknak a városoknak, ahol maga a gazdaságfejlesztés megtörténik. A fejlesztés rendkívül fontos a város, de Magyarország gazdaságának is, hiszen ha a 4-sávos út eléri Szolnokot, az ipari területek iránt is megnövekszik az igény. A Véső úti sportpálya fejlesztésére korábban 529 millió forintot biztosított a kormány, ezt újabb 1 milliárd forinttal tolja meg, amit a Véső úti strand fejlesztésére fordítanak. Szintén 1 milliárd forint jut a szolnoki művésztelep fejlesztésére, és egy 21. századi modern tiszai kikötő létrehozására is. A tiszaligeti strandfürdőt is jelentősen átalakítják majd, erre 3 milliárd forintot biztosít a kormány. Az építkezések a tervek szerint jövőre elkezdődnek, és a tervek szerint 2018-ra véget is érnek. Amiről ma megállapodtunk, az jelentős önbizalom növekedést kell, hogy hozzon a megyének, a térségnek és Szolnok városának. Az itt élők borzasztó erősek. Többet dolgoznak, mint az ország számos helyén élők. De tudják, hogy miért dolgoznak. Tudják, hogy a fejlődés az, ami igazából az ő életüket is, meg a térségben élők életét is meghatározzák. Orbán Viktor elmondta azt is, hogy Szolnok és a kormány közösen azon dolgozik, hogy a járműjavítóban miként lehetne folytatni az IC vasúti kocsik gyártását. A két korábban gyártott személyvagon lefutotta a próbatávot, gyártásuk pedig folytatódhat. 50 kocsiról van szó, ami 250 új munkahelyet teremthet. Magyarország a saját lábára áll, de nem csak saját magát látná el kocsikkal, vasúti kocsikkal, hanem bármely külföldi piacon is meg tud felelni. És ebben az együttműködés a Stadler és a MÁV között azt gondolom, hogy példaértékű, hiszen a forgóvázok kapcsán mondhatom, tán nagyon komoly együttműködés volt már annak idején is. Tehát kapcsolódik egymáshoz a szolnoki vasúti gépgyártás, és a fejlődését hozna ez az IC kocsi gyártás a későbbiekben. A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy tárgyalások vannak arról, hogy az országos vízügyi irányítás Szolnokra költözne. Erről azonban egyelőre még nincsen döntés, de a miniszterelnök szerint a megyeszékhely jó eséllyel pályázik rá.